Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, az Ultrahang stúdiójában pedig a mai vendégünk, Szakács Árpád, könyvkiadó publicista. Itt van már velünk, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. A mai témák a szabadkövővesség és Ferenc pápa kapcsolata lesz. Van alaphírünk és nem sokára ezt ismertetem. Előtte azonban egy gyors szolgálati közlemény. Árpád kiadójának gondozásában több nagyszerű könyv jelent meg az elmúlt időszakban. Ezek kaphatók a www.ultrahangkönyvek.com oldalon is kedvezményesen. Többek között a Kalergi terv Európa jövője, Európa halála címmel, aztán a gerilla harmadik része, az utolsó csata és más könyvek is. Kedvezményesen rendelhetők tehát a www.ultrahangkönyvek.com oldalon. És akkor vágjunk bele a mai témánkba. Azért is gondoltam, hogy hívjunk meg téged, hiszen mi már beszélgettünk a szabad a kérdéséről, illetve számos ezzel a témával foglalkozó könyvnek vagy a kiadója szerkesztettél számos ilyen könyvet, illetve Magyarországon is, hát talán az első között voltál, akik ezekről a témákról egy bizonyos korszakban beszélni mertél. Most egy alaphír az az, hogy november 15-én a Vatikán váratlanul nyilatkozatot tett közzé, amelyben megerősítette, hogy a katolikusoknak továbbra is és tilos a szabadkőműves páhajokba belépni. Az elmúlt években ugyanis Ferenc pápa kifejezetten kerülte azt, hogy bármilyen befolyásos a konfliktust vállaljon fel, bármilyen távol eső nézetet is képviselnek a tradicionális katolikus tanításhoz képest. Erről a hetek ír, és itt tulajdonképpen Ferenc pápa, illetve a szabadkőműves páhajok esetleges konfliktusáról értekezik ez a cikk. Aztán, hogyha mélyebb rásunk, akkor meg sok érdekes témát találunk. N nagyon nehéz eldönteni, hogy honnan is kezdjük el, de akkor talán beszéljünk egy kicsit arról, hogy ma, ma a világon e, hogyan alakulnak a szabadkőműves párhagyok, vannak-e egyáltalán, vagy ezek csak legendák? Először is egy meglehetősen kényes témába fogunk most belevágni, ezért kiemelten szeretném hangsúlyozni, hogy nem célom senkit provokálni, a hitében megingatni, bármilyen olyan kijelentést tenni, amivel fel szeretném borzolni a kedélyeket, tehát olyan tények kerülnek napirendre, olyan tényekről próbálok beszélni, amelyek megkérdőjelezhetetlenek, és a mindennapi életünk részét képezik, tehát hogy bárki leellenőrizheti, utána nézhet, én ezt megtettem, és a Tógyi László barátom szokta mondani az előadásai elején, hogy semmit ne higgyenek el, amit mondok, nyugodtan nézenek utána, sőt mindenkit arra bíztat, én magam is így vagyok, hogy, hogy, nyugodtan nézenek utána, hiszen nagyon érdekes világ van a színfalak mögött, és hát a médiában is egy alap dolog, hogy a téma az utcán hever, ott van nagyon sok minden előttünk, nincsenek elrejtve, nincsenek elfedve, ezek az információk, amelyekről most beszélünk a szabadkülmesség és a pápa, a Ferenc pápa kapcsolatával, hiszen ez egy érdekes hír és egy információ volt, hiszen régóta nem került terítékre, jó pár évvel ezelőttig a szabadkülmesség és a pápa szerepe, majd erre is kitérünk, hogy mi volt ennek az előzménye és a háttere. Ez képest egy meglepőnek tűnő döntés jelent meg, amelyben a Vatikán ugye megerősítette egy 1983-as állásfoglalást, a hitani kongregációnak az állásfoglalását, hogy összeegyeztethetetlen a katolikus egyházzal, a katolikus világfelfogással a szabadkőművesség eszmének a terjesztése. Ugye ez ahhoz kapcsolódik, hogy kérést kaptak egy különböző helyekről arra vonatkozólag, hogy lehet-e, mert egyre divatosabb. Egyet, például a Fülöp-szigeteken. Fülöp di igen, nevezhetjük így is, hogy egyre több katolikus lép be a szabadküvés is és hogy az egyház hogyan reagáljon ezekre. A kérdésre rátérve láthatjuk, hogy egy globális szerveződésről van szó minden tekintetben, tehát hogy itt vannak velünk, a szabadkümösek nem tűntek el, jóval több mint 300 éve aktív részei az életünknek, és az életünk alakításának is, ha csak néhány szabadkűves célt emelek most ki távirati stílusba, anélkül, hogy belemennénk ebbe a mélyebb szinten, hiszen, hiszen ez egy külön műsort is igényelhetne, tehát most a mai adásunkban nem biztos, hogy ez belefér. Tehát az Európai Unió létrehozása például ez egy szabadkőműves cél, tehát a Kálergi terv, ennek a létrehozása, ennek a teljes háttere, ez egy szabadkörös páholyokban, egyértelműen dokumentálható módon szabadkörös páholyokban lett megtervezve. De hát ugyanide tartoznak a feminizmusnak a különböző részei, ami ma már az LMBTQ ideológiába, gender ideológiába csúcsosodtak ki. Ugyanide tartoznak a migrációval kapcsolatos ügyek, tehát 2015-ben Párizsban, amikor összegyűltek a szabadkörös főpáholymesterek, akkor egy külön nyilatkozatot adtak ki, amely Ebben mindenkit arra bátorítottak minden országot, hogy a migrációt kezeljék úgymond emberségesen, és fogadjanak be minél több migránst Afrikából és a különböző ázsiai országokból. Ugyanide tartozik az egyenlő és titkos választójognak a megtervezése, és még hosszan sorolhatnánk azokat a és is témákat. És Ezek... szép témák. Az jutott eszembe, hogy néhány évvel ezelőtt készítettem interjút Martor Lászlóval, aki egy Franciaországban élő szabadkőműves Martinovics úr, úriember, ember igen, és ő azt szép, tehát, hogy arról beszélt, hogy ez egy jótékonykodó szervezet a világ elnyomottainak, szegényeinek megsegítésére jött létre maga a szabadkőműves mozgalom. Minden, ami ilyen ködös, az, az nem igaz, és hogy le akar őket járatni. Meg is lepődtünk, hogy ilyen nyíltan vállalta az interjút. Aztán hát nagy kérdés, hogy ő mennyire van a kirakatban, illetve hogy, hogy mi az ő feladata, és mi másoknak a feladat. Márton László úr, ő a legmagasabb szinten lévő szabadkörös világba tartozik, úgyhogy ő teljesen tisztában van ennek a titkos szervezetnek a működésével az ilyen kijelentésekkel kapcsolatban mindig egy klasszikus vicc szokott eszembe jutni. Ugye mi a különbség a patkány és a mókus között? Hát semmi, mindkettő rákcsáló, csak a mókusnak jobb a marketingje. Elnézést kérek a mókusoktól. A lényeg, hogy itt is azért nagyon szép emberbaráti nemes eszmék mögé azért el vannak rejtve azok a világ megváltó totalitárius diktatúráknak az előkészítésében vállalt, szerepet vállalt szabadkülművesé vonal. Hát gondoljunk bele, a maga a kommunizmus is ide tartozik, ha csak a, rátérünk a legmagasabb szintjére, tehát maga a kommunista eszmék, azok mind szabadkülműves páolyokban keltek ki, a magyar szabadkőművesség tekintetében pedig dokumentumok özönet tanúskodik arról, hogy a 18-19-es tanácsköztársaság véres diktatúrájában, tömeggyilkosságaiban szerepet játszó emberek, vezetők, azok mind szabadkőműves páholyokban szocializálódtak. A szabadkőműves világ rejtett, nem látunk bele, ugye titkos hátterük van, Magyarország kivételt képez nagyon sok szempontból, hiszen itt az 1920-ban lefoglalták a páhuiratokat, ezek bent vannak a Magyarországos Levéltárban, bárki által, Magyar Nemzeti Levéltárban, Yeah. bárki által megnézhetők, dokumentálhatók, és Rafa Jernő is ezen az úton indult el, amikor elkezdte feltárni ezeknek a hátterét, és döbbenetes összefüggések jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy miként tervezték ők meg a magyar állam feletti hatalom megszerzését, tehát ugye Martinovics Páholyba, Jászi Oszkárik külön pártot hoztak létre, arra vonatkozóak, hogy hogyan lehet leváltani az elitet, és egy szabadkümös országot, szabadkümös köztársaságot hozzanak létre. Egyébként globális szinten még véresebb ennek az egésznek a háttere, ha csak a párizsi forradalomra gondolunk, 1789-es forradalom, ami a szabadság, egyenlőség, testvériség szép jelszava, milyen szép szabadkömbös jelszava, ez is egy szabadkömbös jelszó természetesen. Emögött a világtörténelem legbrutálisabb, legvéresebb tömeggyilkosságai történtek, illetve most megint nem tudunk kitérni azokra a pucsokra, a gyilkosságokra és különböző Egyéb e, e, csúnya rossz cselekedetekre, hogy ilyen szépen fogalmazzak, amit Rafael Ernő megírt a Szabadkövesek Köztársaságai című könyvébe, amelyben rengeteg példán keresztül van bemutatva a Portugáliától Spanyolországon át, hogy különböző titkos módszerekkel milyen merényleteket, milyen gyilkosságokat, forradalmakat terveztek meg a Szabadköves páholyokban. Ezek a hatások, ezek a szervezetek, ez az egész világ, ez nem tűnt fel, nem tűnt el és a mai, mint említettem, a mai világunkban is benne vannak. Magyarországon nagyjából 30 páholy működik, nem tudunk róluk semmit, hogy milyen eszközökkel, vagy hogyan, milyen formában. Nagyon érdekes dolog történt pont a mai nap. Novák előd, a mi azánk országgyűlési képviselője küldött egy kis anyagot, amelyben kérdést intézett a magyar miniszterelnök az Orbán Viktorhoz azzal a címmel, hogy miért támogatja a magyar kulturális kormányzat a szabadkőműveseket, és a napraforgó páholy oldalán lehet látni, hogy a Nemzeti Civil Alap és a Betlen Gábor alap finanszírozza a fő támogatója ennek a páholynak, és tényleg érdekes, hogy ez erre hogy kerülhetett sor. Ilyen, ilyenre még sosem volt példa tudomásom szerint Magyarországon, hogy egy magyar állam ilyen nyíltan egy szabadkülműves szervezetet támogasson. Még egyszer megjegyzem, hogy ezekhez a szabadkülművesekhez, a szabadkülműves világhoz rengeteg olyan dolog történt, kötődik, ami nem feltétlenül arról szól, hogy ennek a szervezetnek nagyon dicső múltja lenne. És még egyszer mondom, hogy igen, természetesen a kirakadba az ember baráti fele baráti nagyon szép eszméket rakják ki, de ezek mögött olyan társadalom átalakító és ország, különböző országvezetésben, országvezetések tekintetében különböző olyan tervek vannak, amelyek nem nyilvánosak, titkosan működnek. Megjegyzem, hogy Rafa Jernő könyveiből is nem egy olyan esetet lehet látni, ahogy a különböző páholyokban megtervezik azokat a törvényeket, amit majd benyújtanak a parlament elé. És senki nem tudja, hogy ezek a törvények valójában szabadkünves célokról szólnak, szabadkővés vonatkozású törvények. Ezzel kapcsolatban egyetlen egy probléma van, hogy ezeket a drága jó szabadkővés urakat nem választotta meg senki arra, hogy törvényeket hozzanak titkos módon és titkos befolyással. Tehát, tehát ez az egy, tehát a demokrácia tekintetében, amit ők nagyon-nagyon hirdetnek, csak annyi a probléma, hogy a demokratikus áca mögé elbújnak, és, és, olyan elképzeléseket, például a migráció, ha már ennél tartunk, vagy a gender, LMBTQ ideológiáknak a terjesztésében is vezető szerepük van, mindmáig. Ha visszamegyünk egy kicsit a kh akkor szerinted mi a külmibeseknek az alapvető célja? Tehát miért jöttek ők létre? Tényleg a világ megsegítése volt a fő cél, csak aztán itt különböző ilyen jelentek meg, vagy már a kiinduló pont is gonosz? Szerintem a kiinduló pont is gonosz, hiszen gondoljunk arra, hogy mi értelme van annak, hogy titkosan működnek, rejtett módon nem lehet tudni, arról, hogy ki a szabadkülműves, csak a legbeavatottabbak e, tudnák, és megvan a saját rituáléjuk, a saját készfogásuk, a saját egyéb jelzéseik, amivel e, tudtáradják egymásnak, hogy e, hogy mit, e, tehát, ki a szabadkülműves, mert ennek nagy jelentősége van. Ugye ez egy hálózatrendszer, így kell elképzelni, egy, egy globális hálózatrendszer, e, nagyon vonzó ehhez a rendszerhez tartozni, hiszen aki belép ebbe a befolyásos szervezetbe, e, amelynek államelnökök, e, miniszterek, a politikai elit, a gazdasági elit, a tagi, akkor egyfajta érvényesülés is megjelenik. De akkor nem lehet, hogy valóban ezért lépnek be? Tehát nem is a... Részben ö igen, tehát olyan, mint hogy a golfklub, meg a jaktklub, meg... Persze, a... karrier szempontjából ez egy vonzó dolog, és természetesen nem mindent szabadkűnves, tömeggyilkos, meg egyéb nem tudom, milyen negatív tehát cselekedetekről híres, tehát van egy szintje, tehát a szint, szint, van egy 33 fok, amíg valaki eljut a legmagasabb szintre, tehát ott a 30 környékén ott vannak már a komolyabb beavatások, és a komolyabb tervek ott jelennek meg. Akik alsóbb szinten vannak, azoknak valószínűleg a nagy részüknek fogalmuk sincs róla, hogy mi ennek a szervezetnek a célja. Még egyszer mondom, kész dokumentált tény olvassák el a Szabadkörösek köztársaságai című könyvet, ha csak valakinek egy ilyenre van ideje, hogy globális szinten milyen gyilkosságokban, kipucsokban, forradalmakban vettek részt, abban találnak egy-két megdöbbentő dolgot. Tehát, hogyha nemes elképzeléseik vannak, ezekkel a nemes elképzelésekkel azért bánjuk csinyen, hiszen a kommunizmus is nemes elképzelésekkel jelent meg az életünkben, és a világtörténelem legbrutálisabb, legnagyobb tömeggyilkosságává fajult, hiszen ezen nemes eszmék mögött olyan idő ideák vannak, amelyek megvalósíthatatlanok, nagyon sok szempontban az egyik ilyen, amit én ennek tartok, az egyenlőség. Tehát ez is egy olyan jellegű fikció, amit megpróbálnak ráerőltetni a társadalomra minden formában, de hát, de hát az egyenlőség az az egy kicsit macerás nagyon sok szempontból is, különböző adottságok, szocializációs, meg egyéb hátterek, de be most tényleg nem tudunk belemenni, mert hosszúra vezetne, és nem tudnánk Ferenc pápával foglalkozni. Na de akkor foglalkozunk Ferenc pápával, illetve a katolikus egyház és a szabadkőművesség kapcsolatával, mert ugye a francia forradalmat említetted, amelynek azért jelentősen volt egyház és Isten ellenes éle is, tehát azt is gondolhatnánk, hogy a szabadkőművesség alapvetően pontosan a kereszténységgel szemben, önmagát és a kereszténységgel szemben inkább a luciferiánus ideológiaként határozza meg magát. Hogy kerül ebbe bármelyik keresztény egyház? Ö, ő a, nem egy iránya volt a francia forradalomnak, hanem, hanem, a fő iránya az volt, hogy meg kell szüntetni a kereszténységet. Tehát a a szabadkülmősek azok hadjáratot folytatnak, és a legbrutálisabb gyilkosságokkal és elletetlenítéssel, még egyszer mondom, az említett könyvekben, amikről már beszéltünk, tehát Portugáliától, akár a, ha csak Franciaországra nézzük, a legbrutálisabb elletetlenítést kísérlették meg arra, hogy felszámolják a kereszténységet. Számukra a kereszténység az a legnagyobb ellenség. Tehát ezért is tekintenek úgy rá, amit meg kell szüntetni, De meg kell semmisíteni. Ez egy spirituális küzdelem is? Megítélésem szerint igen. igen. Tehát, tehát önmagában a páhújülési jegyzőkönyveibe, amiket Rafael is bemutatott, olyan vehemens gyűlölettel szólnak, beszélnek a kereszténységről, aminek a megvalósulási szakasza Magyarországon az a rákosi diktatúrában öltött teste. Tehát a rákosi diktatúra keresztényellenes szövegei, azok szó szerint egyeznek az 1920 előtti páhójülések jegyzőkönyveiben használt kifejezésekkel. Megjegyzem maga, rákosi Mátyás is egy szabadkülmes világba szocializálódott, ugye ő nem volt szabadkülmes, galilei kör eh, szabadkőműves szervezetnek volt az ösztöndíjasa, de ott magába ezeket a szabadkőműves eszméket, és erre szokták mondani, hogy igen, de Rákosi volt az, aki betiltotta a szabadkőműeseket, mint egy olyan érv, aki, mint aki nem értett vele egyet, csak ez sincs tovább gondolva, hogy mi lehetett ennek az oka. Ugyanis 1950 környékén, amikor minden civil szervezetet, minden egyesületet betiltottak, Rákosi Mátyás egyetlen egy szervezetet nem tiltott be, az pedig a szabadkőművesség volt. És utána, egy bizonyos időszak után ezt is betiltotta, mögött az áll, hogy olyan ellentétek támadtak közte, tehát konkurenciaként jelent meg a szabadkőműves világ, és e, nyilván szovjet e, utasításra e, enélkül nem jöhetett volna létre, tehát szovjet nyomásra kényszerült bele abba, hogy betiltse ezt a szervezetet, tehát, hogy a szabadkülmérséket ő nem akarta betiltani, tehát, hogy nem, tehát, hogy még egyszer mondom, hogy egyetlen egy szervezet volt, amit nem tiltott be, nagyon sokáig az pont a szabadkülmérség. A szovjetek hogy álltak ehhez a kérdéshez, illetve ott mennyire volt tette... Konkurencia érkező. volt, tehát a nyugati világnak a, a konkurenciái tehát az a sztálini világ nem tűrhette meg ezt a fajta konkurenciát. Tehát, Miközben a szabadkülméveség létrehozza adott esetben a kommunizmusnak az ideológiáját, a kommunizmus már nem feltétlenül ugyanaz a csapat hajtja végül például a szovjet. Igen, egy másik csapat, de hát a szabadkülmévesek azért hátradőlhettek nyugodtan, hiszen az alkotó pihenhetett, hiszen a sztálini fajta tömeggyilkosságok, a kereszténység felszámolásának, a közösségek, az ember, mint ember felszámolásának a folyamata, amit a szabadkörös páholyokban találtak ki, azt azért nagyon jól elvégezte, és hát miután elvégezte, utána, utána nyugodtan megtapsolhatták, hiszen lényegében Stalin is, meg az összes diktátor, kommunista diktátor szabadkörös célokat és eszméket valósított meg. De akkor most térjünk át a Katolikus Egyház és a szabadkümbesség kapcsolatára. Katolikus Egyház volt a legnagyobb ellenség a szabadkümbességnek, ugyanis akkoriban a legnagyobb hálózatrendszerrel bírt. Ugye nagy vagyona is volt, amiket persze arra. Azt mondják a szabadkülmesek, hogy, hogy arra használt ki, hogy akkor úri módon éljen meg egyebek, meg hivalkodjon vele. Ez egyáltalán nem igaz a szabadkülmes vonatkozásban, ez egy hazug propaganda. A katolikus egyház rengeteg intézményt tartott fent ezekből, egyetemeket, iskolákat, Kórházakat és egyéb olyan intézményeket, amelyek a társadalom szempontjából fontos volt, és ezért akarták a szabadküveseknek a legfontosabb célja az volt, hogy elvenni a katolikus egyháztól minden vagyont, amit lehet, az iskolákat, a, a különböző olyan intézményeket, amelyekkel ők hatással lehetnek a társadalomra, és ezt kell majd szabadkőmesi szellemben átvenni és kiirtani. A vallási érzésnek minden részét, ezt szó szerint ilyenek vannak a szabadkőmesi jegyzőkönyvekben. Ehhez képest talán ez a része nem sikerült, nem? A melyik része? Hát, hogy átvenni a katolikusoktól, vagy az egyháztól. De sajnos igen, hát ha Franciaországra gondolunk, ugye a szekularizáció jegyébe 1900-as évek elején olyan egyházüldezés valósult meg, ami már az apáca rendek különböző egyéb rendeknek a feloszlatásával is járt, elvették az iskoláikat, Elvették a különböző intézményeiket, lapjaikat, és olyan egyházüldözés, olyan keresztény üldözés zajlott le a nagy demokratikus Franciaországban a 20. században, hogy Magyarország is rengeteg ilyen papot elmenekült embert fogadott be. Akkoriban a helyi szabadkülművesek reklamáltak is emiatt, hogy Magyarország a klerikális, klerikális reakciót ö, befogadja, beengedi ide Magyarországra, tehát hogy ennek, tehát ezt nem pozitív színben tüntették fel, nem tetszett nekik, tehát rengeteg ember elmenekült. Franciaországban azt mondhatjuk, hogy lényegében megsemmisült a kereszténység, tehát hogy maradékai vannak még, de ahhoz képest, hogy 1789 előtt Európa legerősebb, legfontosabb keresztény állama volt, ahhoz képest ennek már az árnyéka sincs meg ugyanezt érezhetjük magyar vonatkozásban is, tehát hogy önmagában, meg az európai vonatkozásban is, tehát az európai kereszténység felszámolása, az sajnos eléggé nagy eredményekkel járt, ha a mai világba körbenézünk, akkor láthatjuk ennek a dekadenciának, ennek a, ennek a keresztényi világnak a végét, amikor már a nyugati világ, be a Magyarország is benne, hogy alig járnak az emberek templomba, Alig foglalkoznak a hitükkel, de hát a Nyugat-Európában is döbbenetes viszonyok vannak. Tehát a szabadköves célok majdnem teljesültek, még nem tartanak ott, és reméljük, hogy nem is tudnak elérni a végső céljuk. Az egyházakon belül mennyire próbáltak akár bomlasztani, akár beépülni, gondolok itt a különböző lovagrendekre, egyházi szervezetekre, mert azért ezzel is foglalkoznak többen, többek között egyébként a fajernő is, hogy mintha itt is megjelentek volna a különböző kérdését. Igen, tehát az osz meg is hogy elvét, azt hamar felismerték. A protestáns egyházak voltak azok, akiket leghamarabb a szövetségesüké tudtak tenni, tehát a protestáns püspökök, különböző papok a 20. század elején rend, nagy számban csatlakoztak a szabadkülműveséghez. Nekik a fő céljuk, a, vagy ami szimpatikus volt, és ezzel adták el nekik a katolikus egyház elleni küzdelem. Sajnos ez egy nagyon szűk látókörű nézete volt a protestáns egyházaknak, protestáns egyházi vezetőknek, akik elhitték ezt a igen, csak demagóg vélekedést vagy demagóg programot. Önmagában felhasználták az egyházakat, beépültek az egyházakba, ahová csak lehetett, és a, ezzel szemben a katolikus egyházon belül is a jezsuiták voltak a legharciasabbak, akik legkeményebben küzdöttek a szabadkűvesek ellen, gondoljunk csak Banga Béla nevére, aki Magyarország sajtóapostolaként szoktak nevezni, tehát hozzákötődik a katolikus média, katolikus újságírásnak a megteremtése, a reneszánsz, a rengeteg lapot hoztak létre, és hát ezen belül is a jezsuitáknak a szellemi lapjuk a magyar kultúra volt. Ezen belül is, ennek nagyon nagy hatása volt a két világháború közötti időszakban, ezen belül is kiemelt felvilágosító munkát folytattak a szabadkülműves tervekkel és elképzelésekkel kapcsolatban. Ehhez képest a jezsuitákra, ha ma bizonyos körökben úgy beszélek, hogy na az a szabad kőműves csapat pont a katolikus egyházon belül. Igen, egy érdekes dolog játszódott le, főleg ha az elmúlt időszakot nézzük. Tényleg úgy tűhet az ember szemében, mintha a jezsuiták kőművesek lettek volna. Volt ennek is egy nagy támogatója, ugye az 50-es, 60-as években jelent meg egy könyv, nagy töhötöm írta, aki egy kiugrott jezsuita volt, jezsuiták és szabadkülvesek, ez a könyv címe, és ezen keresztül mutatja be, a, a, ő szabadkülves volt, tehát belépett a különböző pályójokba, és utána azzal a célral bízták meg, hogy leleplezze ezt a csúnya társaságot, ezeket a jezsuitákat, és mindent megtegyen azért, hogy minél több jezsuita legyen szabadkűves. Tehát voltak ennek előzményei. Nagyon érdekes, a, arról a nagy töhötömről van szó, aki egy másik jezsuita, akinek szintén banga mellett dolgozott, Nisztor Zoltán, kimenekítésében is fontos szerepe volt, igaz, akkor még a katolikus egyházhoz tartozott, és Nagy Töltön, mikor elment Magyarországról, emigrációba kényszerült, akkor valamelyik észak- vagy dél-amerikai országban, nem tudom melyik páholyba szervezették be, és tehát voltak ennek a kezdeményezésnek támogatói, hogy a jezsuiták azok vallják a szabadkülműves eszméket, és a, hogy Ferenc pápáról is essen szó ebben a vonatkozásban, aki szintén jezsuita. Egészen meglepő dolog volt, amikor őt megválasztották 2013-ban. ugyanis a olasz főpáholy az külön üdvözlő táviratot küldött, kommunikét küldött, Állított ki, és ez olyan hihetetlen volt számomra, hogy létezhet ilyen dokumentum, hogy én utána jártam ennek, hogy megtalálható-e ez a dokumentum, hiszen, mint láthattuk az előzményekből, a katolikus egyház és a szabadkülmesség az a tűz és a víz nagyjából, tehát, hogy a kettő között semmilyen kötődés, különbség, semmilyen kötődés nem lehet, tehát csak különbségek lehetnek, egyik kizárja a másikat, és, és szokatlan nem történt ilyen soha még, nem volt még arra példa, hogy egy szabadkülmes társaság, és szabadkörös főpáholy, az örüljön egy pápai kinevezésnek. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Én megtaláltam ezt, és ha a műsorba be tudjuk vetíteni, akkor ennek a képkivágott másolatát, mindmelyik fent van a honlapon, tehát mielőtt idejöttem, megnéztem, hogy nem törölték-e ki. Ott van, tehát megvan. Ezen kívül ami nagyon érdekes, hogy a 2013-ban a pápai kinevezéssel együtt megközelítőleg 60 szabadkőműves ajánlást kapott, és ezt jól hallják a hallgatók, tehát 60 dokumentumról van szó, bárki rákereshet, ha a bármelyik keresőbe a szabadkülmesség és a pápa kulcsszavakra rákeres, ezeknek mindegyiknek meg lehet találni az eredeti forrását. Tehát a szabadkülmesek azok valósággal úgy várták, hogy ilyen képzavarosan fogalmazzak, mint a zsidók a messiást, ezt a pápát, és nem egy esetben, ha különböző megnyilatkozásai voltak, akkor a spanyol páholyoktól a francia-olasz páholyokig mindegyik mellé állt, hogy igen, végre van egy pápa, aki a szabadkülves eszméket pápaként is megpróbálja megtestesíteni, megjeleníteni. Tehát a szabadkülvesek tekintetében kifejezetten pozitív volt a pápának a megválasztása. Ez mind a mai napig megtart, mind a mai napig megvan. Ezért tűnhet egy kicsit érdekesnek az a fajta hír, hogy ugye november 15-én, amikor a pápa azt mondta, hogy ellentétes, továbbra is ellentétes a szabadkőműves, vonat, a szabadkőműves tagság és a katolikus egyházi, tehát a katolikus hittel teljesen ellentétes a szabadkőműves tagság. Ugye ezt nem nagyon lehet érteni, hogy mi állhat emögött, mi lehet ennek a hátterében. Én ezzel kapcsolatban az az álláspontom, még egyszer ismerve a szabadköves dokumentumokat, ugye nagyjából tízer oldani jegyzőkönyvet és egyéb anyagot is olvastam, tehát valamennyire belelátok ennek a rendszernek a gondolkodásába is. A pápa megítélésem szerint azt azért nem, tehát volt egy kérdés hozzá, kérdésre válaszolni kellett, tehát nem lehetett elodázni ezt a fajta dolgot. Nem fajta ügyet. erről, hanem Így van, így van, ez egy fontos dolog, hogy, hogy nem magától beszélt, tehát egy kérdése reagált. Na most az azért elég meredek lett volna, az konkrétan azt tudom mondani, hogy talán egyház vezetett volna, hogyha a pápa előáll azzal, hogy akkor semmi gond nincs a szabad hiszen egy több évszázados, több évszázados ellentétről beszélünk. Nem beszélve arról, hogy a katolikus egyház korábbi pápái Rengeteg nyilatkozatban, rengeteg dokumentumban ítélték el a szabadkülművességet. Tehát, hogy ilyen jellegű radikális fordulatváltozást elképzelhetetlen ebből a szempontból így. Így annyi történt, hogy a pápa megerősítette, ugye ezt az 1983-as, egyébként a Ratzinger idejében az előző pápa, akkor még nem volt pápa, akkor hittani kongregáció vezetője volt, akkor második János Pál pápa alatt született ez a újabb elítélés a sok közül, mert mondom, rengeteg van ezzel kapcsolatban rengeteg ilyen dokumentum, és ennek történt most a megerősítése. A másik, hogy ami szintén a véleményemhez tartozik ebben a kérdésben, szabad belül megkülönböztetik, az úgynevezett kötény nélküli szabadkőműveseket, ezt konkrétan így hívják. Ők nem kell, hogy belépjenek a szervezetbe, mert akár a munkahelyük, akár a hittük meggyőződésük, vagy olyan társadalmi státuszuk van, amivel, ami mm, csorbát szenvedne, a kiderülne az ő páholytagságuk. Ők a kötény nélküli szabadküvesek, ők egyébként a szabadküves célokért ugyanúgy küzdenek, ezért hívják őket kötény nélküli szabadküvesek, tehát nincsenek beavatva, felavatva, nem estek át a beavatási ceremónián, de ugyanúgy a szabadköves világhoz tartoznak is. Megítélésem szerint a pápa. Ebbe a cselekedetei alapján minden gond nélkül beleillik a, a köténékű szabadkülönösek világába. Ugye Orbán Viktor ezt úgy fogalmazta meg, hogy ne azt nézdétek, hogy mit mondok, hanem hogy mit csinálok. Szerintem erre ugyanez érvényes, erre az ügyre, erre a dologra, hiszen ha megnézzük, ha már belemegyünk a részleteibe, és csak tényleg néhány ügyet emelünk ki azzal a kapcsolatban, ami a pápai működéshez hozzátartozik, mint egyházi vezető, és a világ egyik legnagyobb egyházi vezetőjéről van szó, ugye? Konkrétan, szó szerint ugyanazon szabadkőves célokat említi meg a saját tevékenysége kapcsán, amit a páholyok is, a honlapokon ezeket meg lehet nézni ha hangsúlyoznak. Nézzük csak a leg. Ez van, mert a kereszténységben, tehát az elesetteknek a segítése, az embereknek a remény illetve az, hogy a hitük által, a munkájuk által egy normális tár társadalmi státuszba tudnak kerülni. Ezek azért bibliai alapelvek, tehát furcsa is lenne, ha nem ezt mondaná a pápa. Csak az a kérdés, hogy mi az, ami már a bibliai alapelveken túl mutat, és olyan célkitűzés, ami már nem a bibliában szerepel. El, hanem a szabad eszmékben. Hát, a, ha csak a, akkor nézzünk egy, egy, hitbéli dolgot, ugye kevésbé ismert, vagy talán egy mostanában inkább elfelejtődött, hogy a világ legelső országa, amelyben bevezették a kötelező oltást, és az oltási terrornak, a covidizmusnak a, az első országa volt, az a Vatikán volt, tehát maga pápa állt ennek az élére. Nem tudom, hogy ez a keresztény hittel mennyire egyeztethető össze, illetve azokat sem tudom, hogy mennyire lehet összeegyeztethetni akár a Bibliával, a bibliai tanításokkal azokat a ügyeket, amelyek során a covidizmus keretében a lehető leggaládabb módon tiporták sárba legalapvetőbb emberi szabadságjogokat és kényszerítettek embereket egy olyan dologra, egy kísérleti ember kísérleti szer felvételére, amiért senki semmilyen garanciát nem vállalt. Ma már látszik, hogy ennek súlyos következményei vannak, mellékhatásai vannak. E, illetve e, szintén a Ferenc pápa volt az, aki azt mondta, hogy az oltás elutasítása az felér az öngyilkossággal, nem tudom, hogy ennél aljasabb kifejezést használt -e bármilyen egyházfő a világtörténelem során, hiszen ez a legsúlyosabb bűnök közé emeli be azt, hogyha valaki nem akarja felvenni ezt az ember szert, ami, ami, most már sok sebből vérzik, tehát ma már mindenki láthatja, hogy itt elképesztő galátságok és gazemberségek voltak e mögött. Azt azért hagyjuk, tehát azt azért ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a katolikus egyház nem tudott volna ennek a hátteréről. Tehát ez teljesen kizárt. A covidizmus kapcsán elég megnézni a szabadkörös páholyoknak a honlapjait, akár globális szinten, hogy a lehető legnagyobb lezárások, ugyanazokat támogatták egyébként, mint ami megvalósult az életünkben. De hát ide tartozik az LMBTQ lobbynak is a támogatása, ez is a szabadkörös világhoz tartozik, a mai világhoz és ugye szintén novemberi döntése volt a pápának, amire szintén nem volt még példa, hogy az LMBTQ közösségek tekintetében egy olyan gesztust tett, amire nem volt, ami tényleg egy egyedi és érdekes dolog, tehát hogy megkönnyítette az egyházban, egyházi szolgálat kapcsán olyan jogokat kaptak, amiket korábban nem. Tehát amúgy a pápa pont egy-két nappal vagy három nappal volt ezelőtt, hogy LMBTQ közösség tagjaival ebédelt nyáron, külön azt mondta, hogy ők is Isten leányai, ha jól emlékszem. És ugye Erre. a papok megállthatják az nem. Így van, így van, így az van, keresztelődé, tanúk lehetnek, stb. Tehát, tehát hogy, hogy, hogy ez, ez, megint egy olyan eleme, egy olyan példája a pápai működésnek, ami nagyon érdekes módon egybeesik a szabadkövet célokkal. De hát a, a migrációt ugye szintén ide emelhetjük a már említett 2015-ös Párizsi szabadköves konferenciának a nyilatkozatát, amelyben mindenkit a migránsok befogadására szólítanak fel. Hát ennek mindmáig a pápa a legnagyobb szószólója ennek az ügynek, ennek a háttérnek, Tehát, és említhetnénk egyébként a, a, a klíma hisztéria keretében, megnyilvánuló, szintén, szintén a szabadkörös páholyokhoz, páholyok lobbiához tartozó tevékenységről van szó, hogy akkor a széndiokszid kibocsátást, karbonsemlegességet, meg egyebeket hogyan kell visszaszorítani. Meglehetősen egyoldalú ez a fajta kommunikáció. Most ezek nem tudunk, ez egy külön világ lenne, ugye most ebbe belemenni, de a, a krauss Great Reset, az Agenda 2030 tekintetében ezek mind globális titkos társaságok által létrejött tervek Te vonatkozásában. Ugye a klíma az egy fontos dolog, fontos támpont, fontos intézkedések sorozatát váltják ki, kényszerítenek rá az emberekre, ismételten olyan dolgokat, amelyeknek a hatása kiszámíthatatlan, és mindezt a széndioxid kibocsátásra hivatkozva, ami, amiben nagyon sok minden sok hamis információ van, de még egyszer mondom, ebben most nem menjünk bele, tehát ezek is a pápai világhoz tartoznak, ha csak ezeket emelném így ki a sok közül. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy ha a római katolikus egyháznak a vezetője kötény nélküli szabadkőműves, vagy szabadkőműves, ha ezeket feltételezzük, attól mert most nyilván most hallgatják őszinte katolikus hívők ezt, a műsorokat, vagy, vagy éppen egyházi szolgálatot ellátó személyek, tehát hogy attól, hogy a vezető mondjuk a eszméket val, attól még az egyház lehet tiszta, vagy attól még a helyi szinten továbbra is lehet bizalommal hárulni misére, Isten tiszteletre? Ö, nagyon jó kérdés volt, és a válaszom határozott igen. Tehát ő magában a katolikus egyház, maga a Vatikán, a pápai szint az egy hatalmi tényező. Az egy, tehát, tehát itt azért hatalmi döntések vannak. tehát aki ezen a szinten van, annak, annak nagyon nagy behatása, ráhatása van nagyon sok olyan folyamatra, meg különböző lobby erőknek is köszönhető, hogy hogy valakit megválasztanak pápának. Egyébként a megválasztásával kapcsolatban ö, ö, szintén ide tartozik, mint egy hatalmi, csak lássuk ennek a, ennek a világnak a hatalmi részét, ezt valamilyen szinten el kell különíteni a hittől, hiszen két teljesen más dologról van szó. Hát ugye az sem közismert, vagy valamennyire el lett felejtve, hogy a pápai, tehát az, hogy Ferenc pápa tudott lenni, ott egy másik, milyen érdekes, egy másik titkos társaságnak volt köszönhető. Ezt a titkos társaságot 1996-ban hozták létre, Svájcban, Sankt Gallenben egy Ivo Führer nevű helyi püspök alapította meg ezt a titkos társaságot, és nagyon érdekes nevű neve van ennek a titkos társaságnak, úgy hívták magukat, hogy a Mofia nem értették félre a hallgatók, tehát a maffia így nevezték magukat, és ennek a teljes hátterő leellenőriztem, tehát a videós hanganyagot is meghallgattam, ugye egy Gutfried Daniels Berga bíboros beszélt az önéletrajzi könyvének a kapcsán, és szó szerint azt mondta, hogy a Szent Gálenben volt egy csoport, és ez csak egy látszat név, igazából saját magunkat, mi a csoportot úgy neveztük, hogy a Mafia, és a legfontosabb tevékenységünk az volt, hogy a Rátszinger féle, tehát az előző pápa, aki, lemond, aki lemondott, ugye gyanús körülmények érdekes között, érdekes az is egy érdekes dolog, hogy az ő térnyerését, tehát II. János Pál pápa alatt a Rátszinger vonal az erőteljes térnyerésben volt, hogy őket meggyengítsék, és már akkor az volt a 90-es években, 96-98-99-ben már az volt a cél ennek a titkos társaságnak, ennek a maffia nevű titkos társaságnak, ami a Katolikus Egyházon belül működött, hogy Bergólió, argentin püspököt, azaz Ferenc pápát pápává válasszák, tehát hogy azért itt a háttérben ennek a társaságnak a szerepe is egy nagyon érdekes dolog, amit most mondtam, ez nem összeesküvés elmélet, tehát hogy nyugodtan bárki utána tud nézni, tehát rengeteg dokumentum van róla, talán még magyar nyelven is, és ami ide tartozik, rátérve a, a kérdésre, hogy ez, és azért mondtam a legelején is, hogy nem szeretnék megbotránkoztatni senkit, tehát hogy senkinek a hitét megbántani. Tehát ezek olyan jellegű tények, olyan jellegű adatok, információk, amik megtörténtek, amik az életünk részeihez hozzátartozik. Gondolhatunk erre úgy, hogy akkor ezek nem léteznek, besöpörhetjük a szőnyeg alá, nem muszáj erről tudomást venni, de attól még ezek vannak, és vannak, akiket érdekelnek, én magam is ebbe a körbe tartozom. Ez nem hiszem, hogy meg kell ingasson bárkit a hitében, nem is szabad, hogy megingasson. Jó magam egyébként református vagyok, és nagyon érdekes módon az összes nagy példaképem az a két világháború közötti katolikus reneszánszhoz kötődő emberek egyházi vezetőkhöz kötődik, tehát ők a nagy példaképeim, akár Prohászkodtokár tudnám említeni, vagy az előbb már említett Banga Bélát, vagy nyisztorzoltán és még hosszan lehetne sorolni. Tehát nekem az én világképemre nagyon nagy hatása volt az ő küzdelmüknek, vagy gondoljunk bele Mincenti József nagyszerű küzdelmébe, tehát hogy azért nem akármilyen főpapjai voltak a katolikus egyháznak, Hát sajnos ma ennek, majd olyan világot élünk, ahol kevés ilyen vezető van, kevés ilyen főpap van, mint volt egykoron. Ez a helyi kis közösségek hitét nem szabad megingassa, hiszen a hit az a legfontosabb dolog a világon, hiszen hit nélkül nincs is jövőnk ebben a tekintetben sem, és egy ember, akinek van hite, az tudja, hogy a gonosz, a sötét erők soha nem fognak győzni fölöttünk legyen ennek akármilyen pillanatnyi helyzete. Volt már a kereszténység nehéz helyzetben, nehéz szituációban. A kereszténységben azért egy olyan erő van, amit nem szabad lebecsülni, és ha Más egyéb erőket nézzük, sátáni erőket nézzük, akkor egy ember, akinek a legminimálisabb hite is van, az tudja és tisztában kell legyen vele, hogy a gonosz, a rossz, az soha nem győzhet. Tehát ez egy ilyen pillanatnyi helyzet, pillanatnyi állapot. Természetesen van is egy mondás arra vonatkozóan, hogy a, a rossz győzelmihez ugye csak az kell, hogy a, a jók tétlenek maradjanak. Tehát ez kell mindenkit arra bátorítson, hogy álljunk ki, mondjuk el a véleményünket, adott esetben mondjuk el a véleményünket, és próbáljunk olyan életformát választani, amiben azokat az értékeket, amelyek a hitünkhöz közel állnak, amelyek a hitünk alapját képezik, azokat képviselni tudjuk minden szempontból, hiszen az emberi lét, az emberi életnek ez a legfontosabb értelme, hogy az általunk megélt, általunk megismert igazságokat, azokat képviselni is tudjuk, tehát ne rejtsük el azokat mások elől, hanem éljünk is úgy, ahogy a hitünk diktálja. Szakács Árpád, köszönjük szépen! Köszönöm szépen! A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, és hogyha a témában, illetve más témában szívesen olvastának, ajánljuk a www.ultrahankönyvek.com oldalt, ahol többek között Szakácsárped kiadójának gondozásába megjelent könyveket is találnak. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!